nézzük meg, hogy szántóföld, tehát Vajdaságban mennyi a szántóföld terület összessége, 1,6 millió hektár. A téli mezőgazdasági szakmai előadáson Lálics Zsolt a szántóföldek tápanyagellátásáról beszélt. Kiemelte, Vajdaságban nagy problémát jelent a szántóföldek öntözése. Német Alfréd okleveles mérnök a gabonafélék növényvédelmét ismertette. Elmondta, az utóbbi időszakban sok vegyszerház jelent meg, amelyek változó minőségű termékeket állítanak elő. Nagyon oda kell figyelni a növényvédelmi szerek vásárlásakor, mert jelenleg a piacon rengeteg szer van. A világ élelmiszerhiánya miatt kulcskérdés, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert termeljenek a gazdák, az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva. A VMS módosítani kívánja a termőföldről szóló törvényt, hogy megakadályozzák, hogy 2017. szeptember 1-től az uniós állampolgárok ugyanolyan feltételekkel vásárolják meg a szerbiai termőföldeket, mint a szerbiaiak. Nagyon fontos az, hogy mivel megindul nem sokára mezőgazdasági területek, földterületeknek az árusítása, minél jobban kitoljuk ezt a határidőt, hogy ne kerüljenek más kézbe, idegen kézbe a földterületeink. A magas adójárulékok is megnehezítik a termelők helyzetét. A pénzhiány a legnagyobb probléma. Az például, hogy a tavaly évben rettentően meg lettünk árusítva azáltal, hogy az árarányok az valami föltelmesen rosszak voltak az előző évekhöz képest. Kisgazdaságnak, a mikrogazdaságoknak, amelyek csoportjában legtöbb vajdasági termelő is tartozik, megterhelő járulékok fizetése. Az Európai Unióba, ha akar a Szerbia belépni, akkor a megfelelő agrártámogatást meg kell adni a gazdájainknak. A VMS képviselői arról biztosították a jelenlevőket, hogy a választási programjuk részeként olyan állandó és kiszámítható támogatási rendszer felállításán dolgoznak, amelyekből jelentős részt az öntözőrendszerek kiépítésére, új mezőgazdasági gépezetekre és egyébre tudnak fordítani a kis és nagy termelők.